Vendégem a stúdióban Rajner M. János történész. Jó estét kívánok, köszöntöm itt nálunk. Jó estét kívánok. 2010-ben mennyire vett más irányt az emlékezetpolitika Magyarországon? Egyáltalán miért fontos az, hogy egy kormánynak, vagy hogy ennek a kormánynak legyen egy központilag meghatározott, egységes történelem szemlélete? Ugye azért az elmondható, hogy a rendszerváltozás óta ez az a kormány, ami 2010-ben nagyon nagy hangsúlyt fektet az emlékezetpolitikára. Az összes rendszerváltás utáni kormány közül ez fektet a legnagyobb hangsúlyt az emlékezetpolitikára. Ebben különbözik az első Orbán kormánytól is. Ott is voltak emlékezetpolitikai hangsúlyok, de nem ekkorák. Az emlékezetpolitikára, hogy miért van szükség, azt én igazán nem tudom, de azt szokták mondani, akik ezzel foglalkoznak, hogy az emlékezetpolitika funkciója a közösség összetartó erejének a biztosítása, egyfajta legitimáció, az önkép kifejezése és ilyen hasonlók. Azt tudni kell, hogy az emlékezetpolitika egy modern jelenség, de az a modernitás az a 19. században kezdődött. Az emlékezetpolitika eszközei rengeteg félék, az állami oktatástól kezdve az úgynevezett kommemorációs, tehát a központi megemlékezési gyakorlaton keresztül rengeteg, és hát persze ebbe a legmodernebb infokommunikációs technológia is benne van. Van emlékezet, vagy bekövetkezett egy emlékezet politikai fordulat. Az első, ez a rendkívüli aktivitás, mondhatni agresszivitás ezen a téren. A másik az eltolódás. Az emlékezet politika középpontjában általában a közvetlenül megelőző korok állnak, azoknak a felé, az éppen aktuális kormányzat, vagy rezsim, vagy politikai rendszer múltból való felépítése. Tehát ez mindig a közvetlen elődökre koncentrál. 2010 után ebben egy fordulat következett be, a megelőző, a nevezett szocialista, vagy kommunista rendszer, vagy kommunizmus helyett eltolódott ez az emlékezet politikai építkezés a két világháború közötti Magyarországra. Olyan korszakra kell visszacsatolni, amely a mai kormányzat értékrendjét és Magyarország képét jobban alátámasztja. Hát ez semmiképpen sem a 1945 utáni korszak, és ami fontos, hogy nem érdekesek a 45 utáni korszak szabadságküzdelmei, sem 56, a forradalom, sem az ellenzéki mozgalmak, se semmi. Ez tulajdonképpen egy fekete lyuk. Már nincs már benne semmi. Nyilván a Hortinosz tagja, de beszéljünk 56-ról az emlékezetpolitikában. Ugye ön az 56-os intézet vezetője, az intézet nem szűnt meg, de majdnem egyébként 56-os emlékév volt, hát óriási botrányokkal, plakátügy, még megrovást is kaptak történészek, hogy nyilatkozni mertek, és hát nem úgy, ahogy kellett volna. Ha jól tudom, önnel letiltottak egy rádió interjút. Visszatekintve mit gondol, mi szükség volt erre? Én szerintem ezt főleg a görcsölés okozta, mert a 56-os emlékévre ugyan hatalmas forrásokat, mondhatni bőkezű forrásokat rendeltek hozzá, de végig volt benne egy ilyen görcs. A görcs az egy alapvető ellentmondásból táplálkozik. Ezek az állami emlékezetpolitikai kampányok írtóra korszerűtlen jelenségek, borzasztó rossz emlékeket keltenek, ezek a múlt század 50-es éveire emlékeztetnek. Na de Schmidt Mária azt mondta a kormánybiztos, hogy Orbán Viktor személyes elvárása, hogy az 56-os emlékév legyen szexi, fancy és trendy. Igen, szóval amikor a miniszterelnök szükségét érzi annak, hogy személyesen adjon iránymutatásokat, hogy milyen legyen egy emlékév, az már nagyon problematikus. Mert a görcs ebből táplálkozik. Tehát amikor van egy megfelelni. Persze, amikor van egy tévedés, amit ugye emberi dolog, el lehet követni. Semmi probléma. Kiderül, hogy nem az van a képen, akit gondolnak. Akkor bocsánat, elnézést, és kész, vége, az egész föl se tűnik. Így viszont, hogyha beleállnak, ahogy mondani szokás ezt ma Budapesten, és rágörcsölnek, hogy de mégis, és ez politikai kérdés, és mindent oda kevernek, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy hát el kell olvasni a Life magazint, vagy ahol ez megjelent, van egy képaláírás, akkor már mindjárt baloldali, liberális ideológiai támadás, sőt kommunista ideológiai támadásról beszélünk. Ez iszonyúan nevetséges. Az egész emlékezetpolitika ettől
egy iszonyúan nevetséges jelenségé válik, még a becsületes, még a neutrális, mindenféle törekvése is lerontja az egyébként méltóságteljes és tartalmas ünneplést is egy pár ilyen mozzanat. És mivel ez ennyire görcsös, ezért okvetlenül előbb jön egy pár ilyen mozzanat, egy vagy kettő, a dal, a kép, a valami nem fog stimmelni. Azt is mondta Schmidt Mária, hogy nem Nagy Imre a hős, és a többi, nem idézem tovább. Mi volt az új mondani valója, ha volt ennek az emlékévnek? Volt-e itt egy változás? Nagy Imre figurája kicsit ki lett hagyva, félre lett tolva? Hát nem csak Nagy Imre figuráját hagyták ki ebből, hanem kihagyták az értelmiségieket, kihagyták a politikai pártokat, kihagyták a munkástanácsokat, kihagyták az egyetemi diákságot, egy csomó főszereplőt, egy csomó nagyon lényeges társadalmi aktort kihagytak, nem is kell ezt Nagy Imrére egyszerűsíteni. Hát én most őt említettem, de mi ennek az oka? Mert kommunista volt, és ez most nem jön olyan jól egy jobboldali kormánynak, vagy mi lehet emögött? Mindenkivel van egy kis baj. Elsősorban azokkal van baj, akiknek politikai véleményük volt 1956-ban, és ezek a politikai vélemények sokfélék. Van közte reformkommunista, van szociáldemokrata, van anarchista, van keresztény szocialista, egy csomó igen zavaróan baloldali dolog került akkor ott felszínre. A forradalom az a boldog hatalom nélküliség és a politikai önkifejezés szabadságának ünnepe, az már csak ilyen. Itt a törekvés az volt, hogy legyen egy dimenziója a dolognak, ez pedig a differenciálatlan antikommunista küzdelem, és ez egy dolog járult még hozzá mellékesen, az erőszak apoteózisa, ennek pedig egy nagyon fontos, de mégiscsak egy kis csoport felelt meg, ez pedig a fegyveres felkelő, akik egyébként a politikailag legkevésbé tudatos szereplők voltak, ők tehát harcolni az embere, akartak. Az utca embere az nagyon sokféle, ez akik részt vettek a fegyveres felkelésben, ezek nagyon sajátos szereplői voltak az utcának. Van-e összefüggés a között, hogy mondjuk hazánk igen baráti viszont kezdett tápolni Oroszországgal, és mondjuk a között, hogy 56 úgy tűnik, hogy nem igazán fontos 2010 után. Tehát már nem annyira az antikommunizmus a fontos, és nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hanem mondjuk az illiberalizmus. Tehát Horthy ebbe jobban beleillik, és efelé változik az emlékezett politika? Hát az biztos, hogy... Bár a putyini emlékezett politika is elég érdekes, igen. A putyini emlékezett beszélni politikával szerintem ennek nincsen összefüggése, mert a putyini emlékezett politika középpontjában a Szovjetunió apológiája áll, és hát a Szovjetunió az ismeretes szerepet játszotta, leverte a magyar forradalmat, tehát így nehéz volna ünnepelni. Ennyire még mindig van pragmatizmus ebben a kormányzatban, hogy el tudja választani ezeket a szférákat, de 56 leértékelődése és a liberalizmus célkeresztbe kerülése között van összefüggés. 1956 örökségét a baloldaliak és a liberálisok vállalták Magyarországon a rendszerváltás után, és persze az akkori konzervatívoknak, a igazi konzervatívoknak, mint Antal József volt miniszterelnöknek, szintén fontos volt 56, de nem annyira. Már Antal József miniszterelnök is kísérletezett a Horthy korszak átértékelésével, Magyarország szerepének átértékelésével a II. Világháborúban. Ezek persze a mai szemmel hát nagyon-nagyon megokolt, nagyon óvatos kísérletek voltak. Antal József történész volt, jól ismerte a történelmet, azonként volt egy óriási családi története. Ma erről nincs szó, az emlékezett politika egy eszköz, a célja a szavazatmaximálás. Azt mondja, hogy eszköz. Azt mondta egyszer, olvastam öntől, hogy a lengyel rezsim ideológia vezérelt, a magyar meg ideológia használó. Ez ezt jelenti? Igen, az azt jelenti, ez egy alapvető pragmatizmus. Azok az ideológiai képletek, az olyan emlékezett politikai kampányok hasznosak, amelyek a meglévő közösséget összetartják,
bizonyos készenléti állapotban bizonyos hívószavakat adnak, amire egy lélekkel lehet reagálni, és ha lehet, akkor növelik is, és ennek a növekedésnek a forrása az a feltételezett tömeg, ami még a mai Fidesz szavazótól is jobbra áll. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.